tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az és nézd hozzák a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió a 90,3 mhz frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, vagyis az űrös műsor. Az én nevem dr. MZ Perix, azaz Vince Miklós, és a szeptemberi első adásunkban a témánk egy történelmi visszatekintés lesz az űrkorszak hajnalára, aminek azért némi aktualitást tud adni az, hogy, és akkor hát persze ez az a dolog, amiről azért kell, lejtelem egy pár szót az adás elején, hogy a Boeing, ugye a Boeingról néhány adás ezelőtt volt szó, hogy a Boeing által kifejlesztett legújabb bűrhajóval vannak gondok. Ugye ennek szenteltük két-három adással ezelőtt a Sokolébreztőt. Ugye van ez a Starliner nevű űrhajó, ami a az emlegetett légi és űripari óriásvállalat által kifejlesztett ilyen szerkezet, amelynek az a feladata, hogy űrhajósokat furikázzon a föld és a nemzetközi űrállomás között. Ez a párja lenne valamilyen értelemben a rendszeresen járó SpaceX, vagyis Elon Musk féle Dragon űrhajóknak, hogy ne csak egyféle űrhajó legyen, amivel amerikaiak tudnak Amerikából fölmenni az űrbe, hanem legyen egy ilyen másik opció is. Ahogy erről volt szó, korábban a fejlesztés rengeteget csúszott, a próba repülések, amelyek ember nélkül zajlottak, azok sem mentek simán, de végül júniusban megtörténhetett az, hogy elindulhatott Butch wilmore és Sunny Williams, két amerikai űrhajós a nemzetközi űrállomásra maga az a repülés addig sem volt sima, amíg odaértek az ISS-re, hiszen kiderült, hogy sok probléma van ott a különböző hajtóbű fúvókákkal, amelyek, és más problémák is felmerültek, nem is biztos, hogy mindenről mindent tudunk. A lényeg az, hogy a NASA azért elbizonytalanodott, hogy ez az űrhajó vajon mennyire biztonságos. Nyilván nagyon biztonságos, abban az értelemben, hogy vissza lehetne vele jönni a Földre, de úgy döntöttek, hogy és, és hát mondjuk, hogy ha beütne valami vészhelyzet, mondjuk most az ISS-en, akkor valószínűleg az lenne a protokoll, hogy a két űrhajós valóban abban az űrhajóban jönne vissza a Földre, de a NASA azt mondta, hogy amíg van egy biztonságosabb esély, addig inkább csináljuk azt, hogy ez az űrhajó, akkor mégis inkább űrhajósok nélkül jön vissza. <laughs> legkorábban a jövő héten, vagy, vagy legeslegkorábban ennek a hétnek a legvégén, szeptember 6-án, tudna elindulni hazafelé a földre ez az űrhajó, de utasok nélkül, és az eredetileg által a fölvitt két űrhajóst, az emlegetett Wilmort és Williams-t, majd egy következő űrhajó fogja lehozni, az azonban, hát csak a következő űrhajó az majd fölmegy egy szép napon, nem is olyan soká, mondjuk októberben, vagy szeptemberben talán még, és Viszont az az űrhajó a legénységi, vagy hát személyzetével együtt majd csak februárban jön vissza. Tehát itt lett végül is a eredetileg nyolc napra tervezett kiruccanásból egy nyolc hónapos kiruccanás, ha jól számolom, hiszen valóban a júniusban mentek föl, és a jelen állás szerint februárban jönnek le ezek az űrhajósok. Ugye helyet kellett nekik csinálni, tehát emiatt a nemzetközi a legénységet szállító, vagyis hát személyzetet szállító, azért mondom, a legénységet ki kell javítani, mert Suminski Nándor barátunk mindig jogosan rámutat arra, hogy hát a legénység az azt implikálja, amit a legényekből állna. Természetesen nem erről van szó. Viszont hát most az a vicc, hogy a, tényleg hát úgy alakult, hogy a Crew 9, ami fölvisz, fölmegy azért, és majd lehozza ezt a két szegény Wilmort és Williams, a szegény, hát lehet, hogy tök jól érzik magukat ezzel a hosszabbítással, de mindegy. Szóval a lényeg, hogy ő konkrétan két legényből áll a csapat, annak ellenére, hogy a parancsnok maga néhány nappal ezelőttig úgy nézett ki, hogy egy űrhajós nő lesz, de úgy alakult, hogy a Názának le kellett húzni a, a személyzet felét, tehát a négy fős személyzetből ketten fognak felmenni, hogy a két üresülésben tudja ilyen lejönni ez a két ő Starliner űrhajós az ISS-ről. Na hát ez nagyon érdekes. És ráadásul külön érdekes, hogy úgy döntöttek, hogy a parancsnok, aki egy újon űrhajós nő lett volna, tehát az első repülésére ment volna, ő volt az egyik, akit lehúztak. És ehelyett a, nem a parancsnok, de a legtapasztaltabb bűrhajós maradott a, a, személyzetben, illetve egy ember, aki elmozdíthatatlan volt, aki az orosz űrhajós, ugye mind a mai napig létezik a, náza és a háborús helyzet ide, meg, ide vagy oda, de az ISSZ-en a, a, a Nemzetközi űrállomáson tök jól megy a, Nemzetközi együttműködés, ugye nem is lehetne más csinálni, és ennek egy eleme az is, hogy vannak olyan orosz űrhajósok, akiket az amerikaiak visznek föl, ahogy vannak olyan amerikai űrhajósok, akiket az oroszok visznek föl a saját űrhajóikkal, tehát van ez az űrhajós cserepprogram, úgymond. És ilyen értelemben az orosznak a helye az tuti fix volt, mert a nemzetközi megállapodást emiatt a amerikai belmizéria miatt nem akarták volna felrúgni. Tehát egyetlen egy dolog az tuti volt, hogy akár kit is húznak le a négyfős személyzetből, de az orosz űrhajósnak fix a helye. Hát, szóval így alakult, hogy végül valóban egy legénység lesz, tehát két legény megy föl, és, és a, úgy alakult, hogy pont két női űrhajós marad otthon, többek között az, vagy a közülük az egyik az, aki a parancsnok lett volna az eredeti terv szerint, szóval hát ez mindenképp egy szomorú dolog. Hát sok tanulsága lesz ennek a történetnek. Na, ezt azért mondtam el felvezetésnek, mert a közös láncszem e között, az űrhajó között, meg a mostani mizéria között, meg a mai témánk között az éppen ez az óriás feladat a Boeing. Ugyanis a mai adásban arról szeretnék beszélni, hogy mi volt az az első alkalom, amikor a Boeing űrhajót, sőt, űrrepülőgépet tervezett, a korát messze megelőző időszakban, az 1950-es, 60-as évek fordulóján. Ugye, a, aki ismeri az űrhajózás történetét valamennyire, azt tudhatja, hogy a Space Shuttle-ök, tehát a tényleg a szárnyal rendelkező űr ingázó eszközök, amik a föld és a földkörüli pályák között tudtak így közlekedni föl-le, többször újra hasznosítható módon. Ugye a shuttle az erre utal, a shuttle az ingázója, ingajáratot jelent ugye például a reptér meg a belváros között, tehát erre utal a space shuttle, magyarul űrsiklónak szoktuk nevezni, vagy űrrepülőgépnek, de ugye a shuttle az nem ezt jelenti szó szerint, hanem tényleg ingázó ilyen ingázójáratot. Szóval ezek a space shuttle ezek 1980-as években kezdtek el ténylegesen repülni. Azelőtt, az, és hát lényegében azóta is, az összes ember szállító űreszköz az olyan űrkabin volt, ami Hát vagy szárazföldre, vagy az óceánba, a szovjetek esetében főleg a szárazföldre, az amerikaiak esetében az óceánba, illetve pont ez a Starliner lett volna amúgy az első olyan amerikai űrhajó, ami földkörüli pályáról úgy jön vissza, hogy szárazföldre hoz le embert, de hát most már megint ember nélkül fog visszajönni, ahogy hallhattuk. Na, szóval, hogy de minden esetben egy ejtőernyővel egy kabin lehuppan valahogy az anyabolygóra, ez a visszatérésnek a standard módja. Mondom, eltekintve az Space shuttle -től. Tehát egy ilyen kabin, egy ilyen kabin jön vissza. De az ötlet, hogy legyenek repülőgép alakú, és ráadásul többször felhasználható ilyen sikló űreszközök, az, az, az egyidős az űrkorszakkal. És ráadásul katonai alkalmazások felől jött az ötlet, és mint majd kiderül itt a Boeingnek fontos szerepe van ebben a sztoriban, szóval erre... Szeretnék ma egy kicsit megemlékezni. Hát semmiféle ilyen praktikus relevanciája nincs ezen túl, hogy Boing Boing, csak egészen egyszerűen úgy döntöttem, hogy ez egy olyan sztori, ami érdemes arra, hogy egy adást megtöltsek vele. Úgyhogy ma egy, ó, egy személyes adás van, és hát ez lesz a téma. Tehát, hogy ahhoz, hogy megértsük, hogy mi ez az egész, ehhez tekerjük vissza az idő időkerekét 1957-be. 1957-ben ment fel az első műhold, a szovjetek Sputnik 1 műholdja. Ma már elképzelni is nehéz, hogy ez ugye micsoda sokkot váltott ki a nyugati világban, különösen Amerikában. A politikai és katonai vezetésben is, de főleg a közvéleményben, tehát a, a, közvéleményben talán még indokolatlan méretűvé is dagadt ez a, az úgymond hisztéria tényleg. Ma már elképzelhetetlen méreteket öltött. Ugye miről van itt szó? Ugye arról volt szó, hogy a szovjetek ugye fölkörüli pályára állítottak egy 80-valahány kilogrammos, nagyon egyszerű gömb alakú műholdat. Ugye ez alapvetően egy tudományos csomagolású dolog volt, hiszen 1957-58 volt a nemzetközi geofizikai év. Ugye elég szokatlan módon a nemzetközi geofizikai év az nem egy, hanem két éves volt, de a nemzetközi geofizikai év keretében előbb az amerikaiak, majd aztán a szovjetek is, tehát a Leonid Szedov akadémikus, egy nemzetközi kongresszuson bejelentette, hogy majd a nemzetközi geofizikai év keretében műholdat fognak földkörüli pályára állítani tudományos célra. Na most az volt az érdekes, hogy mindenki kb. biztosra vette, hogy a magasan fejlett amerikai technika ezt előbb fogja megvalósítani, és ezért mindenki megdöbbent azon, hogy nem csak, hogy a szovjetek küldtek fel előbb műholdat, hanem ráadásul az a műhold, meg az azt aztán egy hónapon belül követő következő műhold, ami a lajka kutyát vitte föl, ami mintegy 500 kg hasznos terhet vitt föl, majd aztán a egy évvel később már több mint egy tonnát nyomó harmadik műhold, ezek mind olyan méretű űreszközök voltak, amik arról tettek tanúbizonyságot, hogy óriási rakéta ereje van a Szovjetuniónak, és hogy ezek a rakéták természetesen nem kizárólag tudományos célra alkalmazhatók, hanem bizony, arra is, ami ezeknek az interkontinentális balisztikus rakétáknak az eredeti feladata lett volna, hogy termonukleáris tölteteket, magyarán szólva hidrogénbombákat tudjanak juttatni tetszőleges amerikai városokra, hiszen aki a földkörüli pályára tud állítani egy tonnányi valamit, az természetesen arra is képes, hogy ekkora valamiket a föld túlsó oldalára eljutassanak egy rakétával. Na most ezt helyesen megállapította annak idején a katonai hírszerzés, hogy bizony-bizony ezek a rakéták amelyek a szovjet jelölésben R7 nevet kaptak. Az R az a rakétának a rövidítése, ugye ez szergely Koroljovnak a nagy rakétakonstruktőrnek a csodálatos rakétája, amelyben, amely egyébként tovább folytatódott a későbbi, ma is használatos rakétákban különböző extra fokozatok hozzáadásával, például a ma használatos Soyuz rakéta az ugyanez kiegészítve egy-két egy fokozattal. Szóval ez az R-7, ami aztán nyugaton persze nem tudták, hogy ezt R-7-nek hívták. A szovjetek semmi, sehogy nem hívták hivatalosan a rakétát kifelé, csak ez az R-7 Sam vagyis heteske, ez ilyen belső név volt, ezt nem jelennek az újságokban. A NATO ilyenkor persze mindig adott a rakétáknak nevet, a NATO kódrendszer szerint ez az SS-6, vagyis Sapwood nevű rakéta volt. Szóval a CIA az helyesen látta meg, hogy ez az összes amerikai hordozó rakétánál, ami akkor fejlesztés alatt állt, ami ugyanaz lett volna feladatuk, ugye robbanó tölteteket szállítani kontinensnyi távolságokra. Szóval, hogy azoknál mindegyiknél erősebb volt. Üh, viszont azt is helyesen látta a korabeli katonai jelentés, ami ma már nyilvános, amit a CIA letett annak idején Eisenhower, Dwight D. Eisenhower tábornok, vagyis az Egyesült Államok elnöke asztalára hogy oké, okay, ez egy szép teljesítmény, de azért attól nem kell félni, hogy ez így most azonnal hadrendbe áll, és a szovjeteknek tényleg a, ilyen gyors reagálású potenciája van arra, hogy itt rengeteg atomtöltettel szórja meg az Egyesült Államokat egészen egyszerűen azért, mert a kémrepülőgépek, amelyekre fényképezték például ennek a rakétának az indítóállását, már akkor, amikor épült az az indítóállás, tehát már 1955-56-ból, amikor a bajkonúr néven ismert területen elkezdték építeni ezeket az indítóállásokat, már abból egyértelmű volt, hogy ezek a rakéták nem olyan fajták, hogy azokat így, mit tudom én, egy hirtelen riasztás esetén így egy-két percen belül el lehessen indítani, hanem ez nagyon komoly, lényegében több napos előkészületet igényel, hogy egy ilyet felbocsássanak, Arról nem is beszélve, hogy a szovjetek akkor még igencsak küzdködtek a hővédelem kérdésével is, már pedig, amikor az ember följutott egy, egy bombát, mondjuk, hogy átrepítse a másik kontinensre, akkor az lényegében ugye kirepül a világűrbe, tehát mondjuk 100 kilométernél magasabbra ö, emelkedik rendszerint egy ilyen pályának a tetején. Hát a rendszerint úgy gondolom, hogy elméletileg, hát hála Istennek a valóságban ez így éles sose történt meg. Aztán utána lefele visszalép a légkör sűrűbb rétegeibe, ahol viszont ugye fölhevül. Ennek a fölhevülésnek általában azt szokták mondani, hogy az a fizikai oka, hogy surródik a légkörrel, de ez igazából nem teljesen korrekt, sőt, valójában nem helyes, mert itt nem surródási hő miatt emelkedik föl elsősorban az üreszköz, vagy hát ez esetben a robbanótöltet, hanem azért, mert ilyen hiperszonikus, vagyis a hangsebességnél sokkal nagyobb sebességgel belép a légkörbe a cucc, és ez azt jelenti, hogy mivel sokkal gyorsabban megy, mint a hang, ezért lényegében ugye a hang az lényegében a, légkör, a levegőben a nyomás hullámoknak, nyomás kitéréseknek a terjedési sebessége. De hogyha ennél lényegesen gyorsabban megy az űreszköz, akkor úgy mondhatjuk, vagy hát robbanófej, akkor úgy mondhatjuk, hogy a levegőnek nincs ideje kiszökni az űrhajó elől oldalra, mert annyira gyorsan nyomja össze maga előtt a űrhajó slash békecsomag a levegőt, hogy, hogy összesűrűsödik, és olyan szinten összesűrűsödik az előtte feltorlódó meg, hogy fel is melegszik, és olyannyira fölmelegszik, hogy plazmává is válik, és itt akár 1 2000 fokos felhevülésekről lehet beszélni. Tehát ettől a felhevüléstől is meg kell lóvni a békecsomagot, mielőtt azt rá akarjuk pottyantani a megfelelő célra. Ugye, mert különben már a magas légkörben felrobban, már pedig nem ott kéne neki. Na most a szovjetek ebben a hővédelem kérdésében még bizony több hónapos lemaradásban voltak, és még egyszer az, hogy az erhetet olyan szinten, e, ilyen, e, hogy mondjam csak, gyors, gyors reagálású egységként belehessen lehessen vetni ezt a hordozó típust, és ráadásul sokat egyszerre, hogy Amerikát meg lehessen szúrni. Azt nagyon jól látták a CIA jelentések is, hogy ettől azért egyelőre még nem kell félni. Az is igaz, hogy az igaz, ugyan, hogy az amerikaiak rakétái kisebbek voltak, de katonailag valójában az amerikaiaknak nem volt félni valójuk, hiszen az akkor már létezett ugye a NATO, és a, a NATO-nak köszönhetően Európa, illetve a Törökország is példának okéért tele volt olyan amerikai fejlesztésű, igaz, hogy sokkal rövidebb hatótávolságú rakétákkal, amelyekből rengeteg volt, és atomtöltetek voltak a hegyük beszerelve, és bőven el lehetett vele érni a szovjet nagyvárosokat, ugye. Tehát ilyen értelemben ez az aszimetria katonailag végig megvolt a hidegháború során, tehát az, hogy a szovjetek kifejlesztették ezt az eszközt, ez valójában, ez egy nagyon látványos demonstrációja volt annak, hogy hú, mi, mi mindent tudunk, de ténylegesen a katonai erőviszonyokat nem billentette meg. Ugye ezt kell megérteni, hogy aztán majd az 1962-es kubai rakétaválságnak a jelentőségét azt megfelelően tudjuk értékelni, ugyanis a kubai rakétaválság amiatt robbant ki, hogy a szovjetek is meg akarták csinálni ezt, hogy olyan közel legyenek az amerikai területekhez, mint például, ahogy az amerikai rakéták, amik Törökországban ellomásoztak, a, a szovjetunió kulcsfontosságú területeihez így ö, lényegében közel voltak. Na most ugye a szovjeteknek ez nem volt meg, Viszont amikor a Fidel Castro-i kubában oda akarták telepíteni a saját rövidebb hatótávolságú raketeiket, azzal borult volna meg egy kicsit az egyensúly, és hát ugye ez aztán persze olyan kielesedett helyzethez vezetett, hogyha éppen a Khrushchev meg Kennedy nem lett volna észnél, akkor ott kitörhetett volna esetleg a harmadik világháború. Szerencsére ez nem történt meg. Na de ne szaladjunk előre. De azért mindez azért abból hasznos, hogy éreztessük, hogy itt a, a hidegháborúnak, itt a csúcspontján, itt milyen brutális volt a helyzet, és azt is tényleg érezni kell, hogy bár stratégiailag ez az R7, ez az új interkontinentális balisztikus rakéta, ami lényegében a műholdak pályára állításával mutatkozott be, ez valójában katonailag nem jelentett akkora fenyegetettséget, viszont mégis ugye a média és az amerikai közvélemény az, az teljesen bepánikolt. És ugye ezt a jelenséget hívjuk Sputnik soknak. És a Sputnik soknak sokra természetesen reagálni kell valamit, és ennek szellemében kell azt értelmeznünk, hogy még október, tehát október 4-én ment fel a Sputnik az első műhold, és azt követően két héten belül összehívták az amerikai hadseregnek, pontosabban akkor már független vagyis hát nem független, de hát a külön, hogy hívják ezeket, fegyvernemként létező US Air Force légi erőnek az Air Research and Development Command, vagyis régi fejlesztő és kutató parancsnokságának az ülését, és akkor született meg az a egészen értetlen döntés, hogy egy személyzetes, és egy pilóta által vezetett, csupaszárny jellegű, űreszközt fejlesztenek ki, ami függőlegesen hordozóra két a segítségével száll föl, de aztán majd a repülésének a végén úgy tér vissza, mint egy repülőgép. És nem béke kutatásokat végzett volna itt a delikvens a fedélzeten, hanem itt mindenféle célt megjelöltek, amelyek között még akár tényleg a bombázás is szerepelt volna az eredeti tervek szerint, meg aztán olyan rendkívül ambiciózus tervek, hogy ellenséges műholdak elhárítása. Tehát, hogy konkrétan manőverező képesség, mert akkor már fölmerült, tehát az első műholdak, és hát 1957. októberében, tehát az első szovjet műhold felbocsátása után hetekkel fölmerült már az az elképzelés, hogy hát majd nyilván lesznek kéműholdak, sőt, lehet, hogy lesznek csapásmérő műholdak a jövőben, és akkor jó lenne odamanőverezni egy ilyenhez, és közelről hatástalanná tenni. Ugye lehet, hogy akkoriban nem mérték fel ennek a feladatnak a bonyolultságát, tehát hogy azért tényleg ez, ez tényleg évtizedekkel megelőzte a korát ilyen értelemben, de tény, hogy ilyen célok szerepeltek, e a rakéta repülőgép projekt mögött, aminek érdekes nevet adtak, az volt a neve, hogy Dinosaur, ami hát úgy hangzik, hogyha kiejtem, mint hogyha azt mondanám angolul, hogy dinosaurus, de ez megint csak valamiféle szójáték, mert a dinosaur az a dynamic soarer, vagyis dinamikus vitorlázó rövidítése volt, és mivel egy kísérleti repülőgép fejlesztő projektről volt szó, hát űrrepülőgépfejlesztő projektről, ezért az X kísérleti repülőgép projektbe tagozták be ezt, és ez lett az X20. Ugye az X regendes kísérleti repülő sorozat az X1-essel indult, ami még 1947-ben arról lett nevezetes, hogy Chuck Yeager az X1A repülőgéppel, rakéta repülőgéppel elsőként lépte át a hangsebességet. Tehát ő volt az első ember, aki szuperszonikus repülést hajtott végre ami annak idején teljesen titkos volt, tehát a sajtót azt sokkal később, talán évekkel később tájékoztatták, hogy itt ez megtörtént, és hát nagyon hasonló volt a helyzet itt is, tehát ezt nem írták meg a sajtóba, hogy lesz dinosaur, meg minden. Tehát 1957-ben erről senki nem tudott. Ugyanakkor azért nem az újjukból szoppintották ezt az ötletet, hanem persze voltak előtanulmányok, amik már korábban igazolták, hogy ilyesmit lehet csinálni, és hát nem túl meglepő módon ezeknek a gyökereit is a náci Németországban kell keresni, ottan dolgozott ugyanis az osztrák-magyar monarhiában, annak az ausztriai részén, ami egyébként a mai Csehország területén született Eugen Zenger, aki Hát, egy, hát azt kell látnunk az életrajz alapján, hát nyilván egy ellentmondásos figura volt, tehát ő már 1932-33-ban belépett a náci pártba, tehát vagy pont akkor, vagy még egy kicsit előbb is, mint ahogy hatalomra kerültek, tehát ilyen értelemben nem mondható, hogy ő kötelességből lépett be, vagy azért már, hogy a pozíciója megkívánta, hanem hát lehet, hogy lelkesedésből. A lényeg, hogy ő egy repülőmérnök volt, és az 30-as években, az 1935 környékén elkezdett azon dolgozni a feleségi, aki, vagyis hát a későbbi feleségével, akkori munkatársával, Iréne Brett matematikussal, hogy egy olyan elméleti koncepció kidolgozásán, hogy hogyan lehetne lebombázni Amerikát egy rakétarepülőgéppel. Na most ez úgy nézett volna ki, hogy van tényleg egy ilyen repülőgép, ami csupa szárny, csupa szárny, ezt már mondtam már ezt a szót egyszer, ez ugye azt jelenti, hogy egy olyan repülőgép, aminek a teljes felülete, vagy a teljes teste lényegében egy aerodinamikai sikló számmal jellemezhető si sikló felület, tehát, hogy nem az van, hogy van egy nem a aerodinamikus alakú központi rész, amiből van két szárny, ami kilóg, és azok biztosítják a felhajtóerőt, mint egy klasszikusabb repülőgépnél, főleg a 30-as években, ugye erre kell gondolni, hanem, hanem ezzel ellentétben egy olyan repülőgép test, egy repülőtest, ami tényleg ilyen, hát lényegében az egész a felülete beleértve a hasát egy nagy szárnyat alkot, és ezért hívják csupa Ugye ezek ilyen jellemzően ilyen háromszög alakú delta szárnyú konstrukciók voltak, ugye ilyenek például a lopakodó, amiket később láttunk, és, és hát ilyen lett volna ez a ingerféle Rakéte bomber, tehát bomber, a rakétabombázó, amit amúgy néha úgy is hívott, hogy Ameri Amerika bombea, tehát hogy Amerika bombázó, hogy egyértelműen jelezve a célt. Ugye itt az volt a koncepció, hogy, hogy ezt rakéták hajtanák, hasonlóan amúgy ahhoz, mint ahogy a FAU-1 nevű, vagy V1 nevű ilyen kis rakéta, ember nélküli rakéta repülőgépszerűséget. Csak ugye sokkal nagyobb sebességtartományra és sokkal nagyobb magasságra tervezve, és persze sokkal nagyobb méretben. Tehát egy rakétás felszállással talán kifutó pályáról fölszáll, addig-addig gyorsul, hogy egyre gyorsabb lesz, és aztán még magasabbra is repül, és fölmegy szépen egészen a világűrig. Nem éri el ugyan a föld körüli pályára álláshoz szükséges sebességet, de elér egy akkora sebességet, hogy egy olyan nagyon elnyújtott pályára repüljön, amivel hát minimum a fél földet így át tudja repülni, és miközben Amerika fölött repül, onnan le tud, a felső légkörben, onnan le tud ereszteni mindenféle bombákat, anélkül, hogy a kockáztatná, hogy esetleg az amerikai légvédelem leszedi, hiszen itt ö, olyan magasságok és olyan sebességek vannak, ami ellen a korabeli technológia nem tudott volna védekezni és akkor mindeközben végig repül Amerika fölött, és majd valahol a csendes óceánban, valahol ugye a szintén a tengely hatalmakhoz tartozó Japán valamelyik szigetén, vagy valamelyik Japán által ellenőrző csendes óceáni szigeten területen valahogy leszáll. És ez lett volna a koncepció. Hát ennek több nevet adott, mondom, az eredeti levez a Rábó, bomber, de aztán, mikor már rendesen kidolgozták, és írtak róla egy 900 oldalas dokumentumot az Iréne Brettel, hogy ezt kéne csinálni, akkor pont jött a megfelelő pályázati kiírás, a, már ment a második világháború, 1941-ben a, a Reichsluftfahrt minisztérium, vagyis a Birodalmi Légi Közlekedési Minisztérium kiadott egy ilyen felhívást, hogy hát kéne tervezni Amerikát lebombázó valamit. És akkor ők beadták ezt a 900 oldalas pályatervet. Teljes joggal úgy ítélte a minisztérium, hogy hát ez így háborús körülmények között túl ambiciózus, ezt így nem lehetne így egy-két éven belül megvalósítani, addig akkoriban volt is egy ilyen direktíva erre vonatkozóan, hogy hogy olyan projekteket, amiknek másfél-két évnél tovább tart a kifejlesztése, azt nem lehet támogatni a háborús helyzetre való tekintettel. Ugye ez bizonyos nagyon szerencsés, mert például ugyanezzel az indoklással végül nem láttak neki a Heisenbergék az atombomba fejlesztésnek a náci Németországban, mert a Heisenberg azt a szakvéleményt adta, hogy ez sokkal több időbe telne. Ugye lehet, hogy más világban élnénk akkor, hogyha ők csinálják meg előbb az atombombát, de pontosan ugyanennek a direktívának az eredményeképpen arra is azt mondták, hogy ez egy túl hosszú fejlesztési projekt. Na hát ugyanígy járt a Zengernek ez a hiperszonikus uh, rakéten-bomber koncepciója, ami aztán természetesen a, a világháború után a szövetségesek kezébe került, ahogy egyébként maga Zenger is, aki aztán Franciaországban tevékenykedett, Végül is mondhatjuk, hogy a francia kormánynak a vendégszeretetét élvezte még egy ideig, az 50-es évekig. Aztán később, hát valahogy ő nem követett el háborús bűnöket, hogy lényegében nem épült meg semmi abból, amit ő kitalált. Szemben a Von Braunnal, ahol tényleg felhozhatók, igen, jogosan, hogy ő abszolút benne volt azokban a dolgokban, hogy a, például a fau 2 gyártották a Mittelwerk nevű üzemben, ahol koncentrációs táborok lakói dolgoztak kényszermunkában, hogy ő azok állították elő ott ezeket a rakétákat, amikkel aztán London bombázták. Szóval ott abszolút Hát egy vitás kérdés, hát minimum. Bár lehet, hogy nincs is az, amit vitatni. Tehát egyértelmű, hogy a Von Braun-nak volt felelőssége abban, hogy ott mi történt. Most ezzel szemben a Zenger az egyszerűen nem került olyan helyzetbe, mert az ő terveit azt nem valósították meg. Tehát ilyen értelemben nem lett belőle, tehát az ő esetében bár, bár már korai pártag volt, de föl sem merül az ő esetében, hogy ő esetleg egy náci háborús bűnös lett volna. Ennek megfelelően aztán a a háború után Európában beleérve Franciaországot is tök nagy karrier tudott befutni. Például a Nemzetközi Asztronautikai Szövetségnek ő lett az első elnöke, és, és hát még az 50-es években német-francia kollaborációban kezdtek el újra gondolkozni, már nem bomba, hanem közlekedési céllal, ilyenfajta űrrepülőgépeken. Na a lényeg, hogy ezekről volt némi szakirodalom, és az amerikaiak tudták, hogy legalábbis elvi akadályokban nem ütközik, hogy egy ilyen csupaszárnyű repülőgépet kialakítsanak. Úgyhogy nekiálltak, és felvázolták a terveket, már ott az 50-es évek végén. Három főfázisban tervezték megvalósítani, az, er, az, első szakaszban az volt az ötlet, hogy ez az egy személyes kísérleti űrrepülőgép, ezt rászerelnék a Titán 1 nevű interkontinentális balisztikus rakétára, ez akkor már majdnem kész volt, ezt a Martin nevű légivállalat fejlesztette. Ez a floridai képkeneverről szállt volna föl, de ez a Titán 1 rakéta, ez nem tudott volna neki annyi sebességet adni, hogy földkörüli pályára álljon, hanem, mert ahhoz ugye kell olyan 7,8 8 km per másodperc, ez az első kozmikus sebessége, helyett ez a rakét, ez csupán fél 5 ,5 kilométer per másodpercre tudta volna gyorsítani, de ami azt jelenti, hogy az, hogy olyan távolságban jutott volna el, hogy valahol az Atlanti-óceánon, esetleg ott a túlparton, mondjuk Afrikában vagy Európában, de egy, nyilván egy amerikai ellenőrzési légitármaszponton szállt, szállt volna le, de már ez a repülés, ez a, hát úgymond, Szuborbitális repülés, ez is már elég lett volna arra, hogy megtapasztalják azt a fő nehézséget, amit említettem, hogy, hogy bizony, amikor a légkörbe belép, ilyen nagy sebességgel valami, lefelemenet, menet, akkor, meg fölfele menet is nyilván, de lefele menet még inkább, akkor fölézzik. És hogyha fölézzik, akkor bizony ahhoz mindenféle hővédő anyag kell, hogy ezt át is tudja vészelni. Ráadásul épp a miatt, mert hogy ez nem egy potyogó békecsomag, hanem egy, egy aerodinamikusan kiképzett sikló valami, tehát egy vitorlázó repülőgép tulajdonképpen, ami hiperszonikus sebességtartományban a felső légkörben vitorlázik, Hát ebből következik az is, hogy nem mondjuk nem egy-két percig, hanem mondjuk 10-20 percig, vagy, vagy akár fél óráig kell kibírnia neki ezt a hőterhelést, ami ugye még extra nehézségeket ró így szempontja, mérnöki szempontból itt a tervezőkre. Szóval, hogy már ennek a teszteléséhez már ez a szuborbitális verzió is és hasznos lett volna, úgyhogy ez volt az első fázisa a ternek. A második fázisban pedig már földkörüli pályára juttatták volna a szerkezetet, ugye ahhoz már értelemszerűen egy nagyobb rakétára lett volna szükség, és az a az eredeti tervek szerint a Titán 2 hordozó rakétára, és utána, hogy felmegy Floridából, ugye kelet felé repül, ahogy ez szokás, mert úgy, úgy egyszerűbb, ugye akkor a föld forgása, forgási kerületi sebességgel lényegében hozzáadódik a rakéta indítási sebességéhez, emiatt könnyebb elérni az orbitális sebességet, az emlegetett nagyjából 8 km per másodpercet, szóval szépen megy kelet felé, Floridából átrepüli az Atlanti óceán, tehát átrepül akár a Szovjetunió fölött, vagy, vagy dél felé, Ausztrália felé, attól függ, hogy hogy van irányítva a pálya, de a lényeg, hogy utána a csendes óceán fölött is átrepülve Kaliforniában szállt volna le. Esetleg ugyanezt több földkörüli körrel is meg lehetett volna csinálni, de a lényeg mindenképp az lett volna, hogy az Edwards légitámaszponton, vagyis ott a nagy Murokban, a nagy kiszáradt tómederben szállt volna le. Ugye az egy lényegében egy óriási nagy természetes kifutópálya, egy, egy nagyon, nagyon sík, tényleg egy, egy sivatagos területen egy kiszáradt tó, tómeder ott Kaliforniában ahol ennek megfelelően persze nagy amerikai kísérleti légitámaszpont van, az ugye az emlegetett hanghatár áttörése 1947-ben Chuck Yeager által az is ott történt, csak akkor még nem hívták úgy, hogy Edwards L. Air Force Base, de hát aztán később ezt a nevet kapta az egyik ott elhunyt kísérleti pilóta emlékére. Na, de azóta is persze a légi közlekedés, és a, hát a új repülőeszközök fejlesztésének a fellegvára, és mondom, nem utolsó sorban azért, mert egy óriási nagy terület, tehát hogyha véletlenül túlfut az eszköz, vagy olyan kényszerleszállást kell végrehajtani, hogy nincs ott kifutópálya, akkor is sincs olyan nagy gond, mert hát lényegében ott ameddig a szemellát minden kifutópályának tekinthető. Szóval, hogy ott szállt volna le az X-20 is, vagyis a Dinosaur, ez lett volna a második fázis a fejlesztésnek, és a harmadik fázis az már ö, olyan föld, többkörös földkörüli pályát, ö, vagyis ö, igen, olyan rendszerszerű repüléseket jelentett volna, amelyben hát lényegében egy fegyverrendszerként lehet gondolni már itt erre a dinosaurra, tehát az tényleg olyan lett volna, hogy adott pillanatban, ha szükség van rá, akkor villanyosan be lehessen vetni, akár tényleg lehet tudna robbanó fejeket potyogtatni, ha úgy alakul, akár kémkedési programot végrehajtani, tehát fényképezni a földkörüli pályáról, akár más műholdakat megsemmisíteni, akár saját kémműholdakat megjavítani, tehát már ez is fölmerült. Mondom, nagyon ambiciózus dolog. Mindezt mondom, akkor vázolták fel ezeket a terveket, amikor még mondjuk egy-két amerikai műhold ment föl összesen, mondjuk a nasa még talán meg se alapították, hiszen azt 1958. októberében hozták létre, és ahol, amikor még nem, hogy embert nem hoztak vissza még földkörüli pályáról, meg nem is küldtek föl még embert földkörüli pályára, akármilyen kis egyszerű kabinban sem, hanem még egy arra sem volt precedens, hogy bármit visszahozzanak földkörüli pályáról, tehát egy kísérleti tartályt, hogy valami ilyesmit. Szóval tényleg itt ezt kell érteni, hogy ez itt nagyon megelőzte a korát, ez a terv. Na most, oké, okay, a légierő ezt definiálta, ezt a tervet, és ezek után meghívták mivel hogy persze titkos projektről volt szó, ezért nem nyilvános pályázat formájában, hanem meghívásos pályázat formájában meghívták a nagy légivállalatokat, hogy készítsenek terveket. És hát ez történt 1958. márciusában, akkor a bejöttek a pályázatok, és a zsűri hát több mint egy évet kotlott azon, hogy melyiket válasszák. 1959. júniusában hirdettek eredményt, a végül már több lépcsőben, tehát a végén már csak kettő pályázat közül kellett dönteni, az egyik a Bell pályázata volt, a Bell, Bell Aerospace, vagy Bell Aircraft, akkor még nem volt Aerospace, mert a Space az még csak épp akkor kezdődött, tehát a Bell Aircraft, az ugye a, például az emlegetett legendás hakhatárt át, áttörő X1 repülőgépnek, hogy sok egyéb mellett a fejlesztő vállalata, volt az egyik, és a másik a Boeing, és a kettő közül a Boeing-et választották ki. Ez lett a dinosaur a fővállalkozója, és persze a hordozó rakétákat, amik szintén kell hozzá, mondom, függőlegesen rakétaként szállt volna fel ez a cucc. Tehát, hogy a rakéta tetejére lett volna rárakva ez a csupaszárny repülőgép, és így röppent volna föl, tényleg úgy, mint egy műhold, csak aztán a különbség az csak a visszatérés módjában lett volna. Szóval a rakéták fejlesztésével meg a Martin céget bízták meg, hiszen a Titan, a Titan, tehát az emlegetett magyarosan Titan hordozó rakétáknak a fejlesztése, a hozzájuk tartozott. Na most tényleg itt mai viszonyok között elég nehéz elképzelni, hogy mennyi ismeretlennel kellett szembenézniük, és felmerül a kérdés, hogy, 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 hogy miért? Tehát, hogy ilyen körülmények között, amikor még ennyi minden nem próbáltak ki, hogyan definiálhatok egy ennyire bonyolult projektet, hogy miért gondolták úgy, hogy ez így érdemes ebbe egyáltalán belevágni. És erre mondta George Stoner, a Project Program igazgatója 1960-ban egy jegyzőkönyv szerint így fogalmazott, hogy a dinosaur pilótája számára rendelkezésre álló leszállási röppályák lehetősége szinte korlátlan. Az extrém sebesség és magasság, valamint az eszköz manőverezhetősége együtt lehetővé teszi majd, hogy egyforma könnyedséggel landolhasson bármely repülőtéren, Alaszkától Kaliforniáig. Tehát úgy történt, hogy igazából itt attól tartottak, hogyha mondjuk ezt a feladatokat, amiket mondjuk itt meserek, hogy bombázni, vagy másik műholdat hatástalanítani, vagy saját műholdat megszerelni, ez nyilván ezt nem érinti, hogy van szárnya a dolognak, hiszen ez mind az űrből történik, vagy az űrben. És hát ez azt jelenti, hogy ott az aerodinamikának, tehát a szárnyas formának itt nincsen lényegi jelentősége, hiszen ott nincsen levegő, vagy hát rettenetesen elképzelhetetlenül ritka. Hanem, hogy lényegében tényleg csak a visszatérést érinti ez a tény, hogy ez egy űrrepülőgép, és nem mondjuk valami egyszerű alakú kabin, É, viszont azt gondolták, hogy, hogy az, hogy ilyen módon van manőverező képessége a leszálláskor, és tényleg bárhova le tudsz állni, az egy olyan előny, ami, ami, fontos. Aztán később, aztán kiderült, hogy annyira ennek nincs jelentősége, hiszen bárhova lepottyan ez a cucc, oda megy az amerikai haditengerészet, és kiveszi a vízből, tehát hogy végül is a szárnyas leszállásnak akkor még nem tűnt úgy, hogy van tényleges jelentősége, később, már amikor már volt tapasztalat, akkor már inkább a felé hajlottak, és éppen ez vezet majd egyébként a Dinosaur Project törléséhez, mert végül aztán mégis úgy gondolták, hogy hát ez az érv, amit itt a George Stoner elmondott, ez azért annyira nem lényeges. De 1960. szeptemberében legalábbis ő még azt hitte, hogy, hogy ez egy fontos érv. És hát persze pilóta szempontból nyilván sokkal elegánsabb kétségtelenül egy kifutópályára leszállni, mint mondjuk belecsobbanni az óceánba valami ejtőernyővel, és aztán ott hánykolódni, amíg ki nem szedi az eszközt a, vagy az embert a hajó. De hát gyakorlatilag lényegében ez jelentette az egyetlen előnyét a dinoszornak. Az akkor már létező egyéb műholdas és emberes, emberes műholdas, tehát űrhajós projektekhez képest. Ugye ne feledjük el, hogy 1959. áprilisától már gőzerővel halad a Mercury program, vagyis az, hogy az amerikaiak embert küldjenek az űrbe. Ez azonban nem űrrepülőgépet, hanem egy nagyon pici kis kabint foglalt magába, ami valóban az emlegetett módon ejtőernyővel az óceánba csobbanva fejezi be a repülését, és az űrhajósnak nincs is nagyon lehetősége irányítgatni a repülést. Lényegében a fékező a begyújtásán meg a helyzet stabilizáláson kívül a Mercury kabin másra nem volt alkalmas, hogy, tehát például pályamódosítást a földkörüli pályán nem lehetett vele csinálni, Én mondom leszámítva azt az egyetlen egy rendkívül fontos pályamódosítást, ami a visszatérést jelenti, tehát a, volt egy egyszer begyújtható visszatérő rakéta hajtómű csomag az alján, azt be lehet gyújtani, hogy hogy megfelelő pillanatban, megfelelő irányba állítva a kabint, és akkor lepottyant a delikvens. De így kb. ezt lehetett vele csinálni. Tehát az például a dinoszorhoz definiált célokra nem lett volna alkalmas természetesen a Mercury. Na, de a lényeg, hogy ezek, ez a projekt, ez már akkor zajlott, hát akkor már az országvilág ismerte a hét amerikai űrhajóst, akit a NASA kiválasztott. De fontos, hogy őket a NASA választotta ki, tehát ez egy polgári program volt, csak ezzel egy időben a katonai projekttel egy időben. A katonai projektről meg akkor még 1960 környéken senki nem tudott. 1960 azért is fontos, mert akkor volt ugye az elnök választás, tehát az emlegetett Eisenhower ö, befejezte a ciklusát, a második ciklusát, le kellett neki köszönni. Ugye ezt akkoriban kezdték komolyan venni, mert addig is volt ez az íratlan szabály, hogy két ciklusnál nem illik többet csinálni. De azért a második világháborús viszonyok között azért a roosevelt az csak megválasztották négyszer, a Franklin Delano roosevelt csak hogy a negyedik ciklusának az elején nem sokkal a negyedik megválasztása, illetve a negyedik beiktatása után néhány hónappal ő már elhúnyt, de ez nem változtat azon, hogy őt négyszer, tehát nem kettőször, nem is háromszor, hanem őt négyszer választották meg Zsinórban az Egyesült Államok elnökének. Úgyhogy ezek után persze felmerültek a, a, a gond, az ötletek, hogy hát tényleg nem kéne hagyni ennyi ideig egy, egy kézben a hatalmat. Addig is volt ilyen szokásjog, de most aztán törvénybe iktatták. Úgyhogy az Eisenhower-t aztán már törvénykötelezte arra, hogy ő nem lehetett tovább elnök. Úgyhogy 1960-ban ő már nem indult el harmadszor az elnökségért, hanem az ő alelnöke a Richard Nixon lett a republikánus jelölt, és az ellenfele meg Kennedy John Fitzgerald Kennedy. Ugye média történeti szempontból, politika történeti és média történeti szempontból is jelentős ez az elnökválasztás, mert akkor volt először nyílt, ráadásul több fordulós televíziós tévévita a két jelölt között, bizony-bizony 1960-ban. Ezek megnézhetők a YouTube-on, és tanulságos is. A főleg összevetve a mostaniakkal, amik most mennek akár a mostani amerikai elnök választási kampányban, tehát és föld, nagyon felkészült, és na nagyon jó. Nagyon profi emberek egymást tiszteletben tartva igazán komoly kérdésekről beszélnek, igazán hosszan és szakértő stílusban, tehát felfoghatatlan. De az egyik fő téma, ami előjött ebben az elnökválasztási kampányban, az még mindig a rakéta hátrány volt, a missile gap, vagyis az, hogy az Eisenhower kormányzat töketlenkedése eredményezte azt, hogy a szovjetek így elhúztak a fejlesztésben, és a Kennedy ezt nagyon nem, nem is hát. Nyilván ő nem átallotta ezt így, így, erre sokszor felhívni a figyelmet a tévés viták során, a missile gap kérdésére, vagyis hát úgy szabadon, szabadon fogalmazva mondjuk rakéta hátrány, vagy rakéta lemaradás, tehát a gap az a rés a Szovjetunió és az Amerika között, szóval az, hogy elhúznak a szovjetek. Na, hát lényegében ez volt az egyik fő témája a kampánynak, és ezt a kampányt meg is nyerte a Kennedy, akit legfiatalabb elnökként mint máig, azt hiszem be is iktattak 61 elején, és persze ennek megfelelően a nagy vehemenciával neki láttak átnézni a programokat, hogy hát most oké, okay, mit hagyott ránk az Eisenhower adminisztráció, és hát bizony a hadügyminiszter Robert McNamara az áttekintette a Dinosaur Projectet is, és ennek az áttekintésnek persze újra tervezések lettek az eredményei. Nem csak emiatt, hanem azért is, mert eddigre világosá vált a Boeing számára, hogy éppen a hővédelem, az, hogy 2200 vagy 2300 fokra felmerülhet bizony, felhevülhet bizonyos helyeken a visszatéréskor ez az űrsiklószerűség, az olyan szerkezeti megoldásokat igényel, hogy ezt bizony nem lehet a korábban megígért tömeghatár alatt tartani, hanem sokkal nehezebb lesz ez a játékszer a kelleténél. Az viszont azt jelenti, hogy nagyobb rakéta kell hozzá. A nagyobb rakéták azonban még csak tervezés alatt álltak, úgyhogy végül azt mondták, hogy már az első fázishoz is, csak, tehát ami, ami nem is rá a földkörüli pályára, csak az Atlanti óceán fölött csinál egy ilyen szuborbitális repülést, már ahhoz sem lesz elég a Titán 1, hanem a kétszer nagyobb teherbírású Titán 2-re lesz szükség. Na, szerencsére az pont el is készült már 1960 kettő környékére nagyjából üzembe lehetett előteni. Ugye a Titán 2 volt az, amit a NASA is használt később a Gemini programba. A, kétszem, a Mercury, emlegetett Mercury program folytatásaként 1965-től indultak majd meg a személyes Gemini repülések, és azok mind-mind a Titán 2 interkontinentális ballisztikus rakéta a hegyében startoltak, azok az űrhajók, a Gemini űrhajók, de viszont ez azt is jelenti még egyszer, hogy a Dinosaur az annyira nehéz volt, hogy őt a Titán 2 nem tudta volna földkörüli pályára állítani, tehát a Titán 3, ami a Titán 2-nél nagyobb rakéta, és még meg van támogatva két oldalt két hajtóanyagú segédrakétával, a Titán 3C levő konstrukció, hát az indította volna ezt földkörüli pályára. Ahogy ez lenni szokott, persze sok minden kiderült közben, de a fejlesztésre eltapsoltak mintegy 660 millió dollárt, és hát az infláció korrigálva az ma pont a tízszerese, tehát az a mai áron, a mai dollárban az 6,6 milliárd dollár. De 1962. szeptemberére eljutott odáig a projekt, hogy, hogy elindulhatott maga a gyártás, és ez volt az a pillanat, amikor bemutatták, az űrhajósokat is. Ugyanis képzeljétek el, hogy teljes titokban 1960 áprilisában kiválasztottak űrhajósokat ebbe a projektbe, akik miközben a média tel is tele volt a Merkuri űrhajósokkal, a NASA polgári programjának két űrhajósával, akik készültek az első űrrepülésre. Ezzel egyidejűleg, tehát 59 áprilisban mutatták be őket a népnek, de 60 áprilisában, ami még mindig egy évvel az első emberi űrrepülés előtt volt, 60 áprilisában már léteztek a szórű űrhajósok is, csak hogy teljes titokban. Ők is heten voltak eredetileg, és olyan neveket találunk ott, mint Neil Armstrong. <laughs> Tehát a, a, Neil Armstrong civil volt, ő nem a légierőnél szolgált, de mivel a dinoszor fejlesztésébe is így szegről végről belefolyt a NASA, Neil Armstrong már akkor még nem volt űrhajós a nasa a Neil Armstrong, de az X-15 kísérleti repülőgép programban, ami a NASA felügyelete alatt állt, a légierővel közösen, abban repült, de ő nem volt technik, de nem volt rendfokozata, ő nem a légierő alkalmazottja volt, hanem egy civil pilóta, és ugyanilyen volt Bill na is, ők legendás X-15 pilóták is voltak, illetve mind, mit Thompson. Mind a hárman repültek ezen az X-15 repülőgépen így hát teljesen logikus volt, hogy őket átirányítják ebbe az X-20-ba. Hiszen az X-15 az már maga is lényegében a világűr határait ostromolta, csak persze annak lehetősége lett volna földkörüli pályára állítani, állni, hiszen azt nem egy rakéta vitte fel, hanem egy másik hordozó repülőgépről választották le de lényegében ezek az urak eljutottak a világűr határáig, maga Neil Armstrong is, még akkor is, amikor nem volt űrhajós. És volt még emellett a három ember mellett volt még négy légierő pilóta, Harry Gordon, Peter Knight, Russell Rogers és James Wood. Ők közülük, amúgy Neil Armstrongot leszámítva, egyik sem jutott el a világűrbe. De Dana és Armstrong aztán 62-ben kiszálltak a programból. Ez Neil Armstrong életében az 1961-62 egy tragikusan sorsfordító időszak volt. Ugye a két éves kislánya rákbetegségben rák hosszú küzdelem után mindenféle sugárkezelés ellenére akkor hunyt el, Karen. És uh, utána. Hát Armstrongot, ez kérdés, hogy ez mennyire viselte meg, mert ezt nem, tehát nyilván rettenetesen, de ő ugye soha nem mutatott érzelmeket, tehát szabadságot se vett ki, hanem ment be másnap dolgozni, tehát tényleg elég brutális. És ezt most direkt utána olvastam, hogy mit lehet olvasni az ő életrajzában az X-20 programban beli résztvételéről, és szinte semmit, lényegében azt írja, hogy ő konzultálni járt oda, de mivel ez a betegség a kislányával kapcsolatban, ez pont seattle a Boeing telepnél, ahova ment akkor így konzultálni a repülések előkészítése témakörében, akkor történt az a baleset, amikor a kislánya elesett a játszótéren, és először jött elő ez a probléma, ami végül a halálhoz vezetett tehát Armstrongnak több oka volt, hogy végül ne akarjon ebben a projektben maradni, meg ebben az egészben, hanem jelentkezett a NASA űrhajós csoportjába, a Gemini programba, ahova föl is vették, és 1962. szeptemberétől Neil Armstrongot már nem a Dinosaur csoportba találjuk, hanem a NASA Gemini csoportjába, helyette jött Albert Cruz, aki szintén a légierő tiszte volt, 1962-ben csatlakozott a projekthez, és ő... A, a, ugye elment Neil Armstrong és Bill Dana, helyette jött Cruz, tehát most már végül egy ember jött kettő helyett, tehát hat, ezt a hat úri embert mutatták be, tehát, tehát Albert Cruz-t, Mitt Thompson-t, Harry gordon Peter Knight-ot, Russell Rogers-t és James Wood-ot, bemutatták végül a nyilvánosságnak. Azért is mutatták be a nyilvánosságnak 1962. szeptemberében Las Vegasban egy kongresszuson, egy, egy sajtónyilvános eseményen, Ahova már odaállították ennek a kis egyszemélyes űrepülőgépnek a mokápját, vagyis a életnagyságú makettjét. Azért állították őket oda, mert ezzel a kis nyilvánossággal is úgy gondolta a légierő, hogy ezzel segíthet bebetonozni egy kicsit a projektet, mert már nyilvánvaló volt addigra, hogy azért a Kennedy adminisztráció a McNamara a védelmi miniszterrel az élen annyira nem lelkes a Dinosaur programért. Éppen azért, mert addigra nyilvánvalóvá vált, és már ugye a Gemini-t tervezték, hogy az egyetlen előny, amivel ez a szárnyas repülőgép, űrrepülőgép jár, az tényleg az, hogy így kontrolláltabban lehet visszatérni, meg bármilyen kifutópályára le lehet szállni, ha elég ügyesen manőverez a pilóta, nem kell az óceánba csobbanni, és kétségtelen tény, hogy az összes dinoszaurű repülőgép példányt, ami épült volna, azt úgy tervezték, hogy legalább négyszer lehessen újrahasznosítani, tehát újrahasznosítható is lett volna. Na de ez még mindig kevesebbet nyomott a latba, mint, mint az, hogy a NASA már lényegében rendelkezett addigra, már gyártó soron voltak a gemini űrhajók, amelyek képesek voltak földkörüli manőverezésre, két személyesek voltak, és minden más feladatot el tudtak volna látni, amit a dinosaur el tudott látni. Főleg, hogyha esetleg egy katonai űrállomást is terveztek volna hozzá, amit ugyanazzal a Titán 3C hordozó rakétával, amivel felment a volna a dinosaur, ugyanaz arra is képes lett volna, hogy egy kétszemélyes gemini űrhajót és még egy hozzákapcsolva egy nagyobb méretű katonai felderítő műholdat, tehát egy lakott kém műholdat fölvigyenek. Ez lett végül a MEND Orbiting Laboratory, vagyis emberes földkörülkeringő laboratórium terve, ami egy katonai űrállomás terv volt. Hát ezt átnézték a McNamaraék, és arra jutottak, hogy valójában hiába szép és jó ez a dinosaur terv, eh, annak ellenére nem érdemes fenntartani, mert azt, amit nyerni lehet vele, az nem indokolja az a giga, gigászi költségvetéseket. Mondom, úgy ment el a mai áron 6,6 milliárd dolcsi, hogy addig egyetlen egy start se volt, meg akkor kezdték el kb. építeni a végső hardvert, tehát addig az mind, mind a tervezés volt. Azért az nem igaz, hogy semmi nem repült a dinoszorból, mert több olyan kísérleti repülést is végeztek kép, képkenevel erről, hogy ilyen tor rakéták, vagyis kisebb méretű ilyen balisztikus rakéták hegyébe a dinoszornak a az orrát oda tették, tehát az űrrepülőgépnek az orr részét, ugyanis az orr a legnagyobb a felmelegedés a légkörbe lépéskor, és pont az újfajta kompozit anyagokat, amiket ehhez az eszközhöz fejlesztettek ki, az ilyen szénszálas erősítésű hőálló bevonatokat, azokat ezeken a repüléseken tesztelték, hogy átrepülve a légkörön föl meg le, mit csinálnak, tehát ez, a, ez az orr, orrocskája az űrrepülőgépnek, az fölrepült ilyen rakét a hegyében, és aztán vissza is, és begyűjtötték az Atlanti óceánon, és megnézték, hogy a különböző típusú anyagok ezek hogyan viselkednek. Na most annak ellenére, hogy a Dinosaur project itt 1963. decemberében, egy, kevesebb, mint egy hónappal Kennedy meggyilkolása után végül az emlegetett okok miatt hivatalosan is leállították, ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy egy csomó szerkezeti megoldás, amit ehhez kifejlesztettek, az nagyon hosszú távon fontosnak, illetve használhatónak bizonyult. Ugye emlegettem, hogy aztán a 80-as években valóban megvalósult a Space Shuttle program, sokkal nagyobb mértékben, tehát a Space Shuttle mellett ez az egyszemélyes kis dinoszaur, ez -e eltörpült, ne, eltörpült volna, de mégis egy csomó olyan szerkezeti megoldást, meg anyag, például az emlegetett anyag, anyagokat, meg a vázszerkezetnek az illesztéseit, hogy hogyan kell úgy méretezni egy ilyen, vagy úgy úgy összeszerkeszteni egy ilyen, szer, ilyen szárnyas repülőeszközt, hogy mind az űr, mind pedig a légkörbelépés több ezer fokos körülményeit ki tudja bírni, úgyhogy közben minimális legyen a tömege, de hogy ne lépjenek fel deformációk a szerkezetében, ne torzuljon el úgy az alakja, hogy mondjuk leszakadjanak a hővédőcsempék, mert hogy vetemedik a meleg hatására, mondjuk a szárnak az oldala, vagy ilyesmi. Tehát egy nagyon fontos dolgokat találtak ki, amiket egy az egyben tudtak használni a későbbi űrrepülőgép programokban, amikor már aztán nyilvánossá váltak az idő elteltével ezek, és olyannyira, hogy hát szerintem egyértelmű, hogy az alakját tekintve, meg szerkezeti felépítését tekintve, az 1975-ben tervezni kezdett európai Hermész űrrepülőgép is egy az egyben a dinoszorra épített volna. Ott is ugyanez lett volna a koncepció, csak az európai Ariane 5 hordozórakét a hegyébe szerkesztve volna fel, a, hát mondjuk két-három két, fős leg, eh, személyzettel ez a Hermész nevű repülőgép, ami akár hozzákapcsolódhatott volna az akkoriban szintén tervezett Európai Kolumbusz űrállomáshoz. Hát ebből aztán végül ugyanolyan okok miatt nem lett semmi. Nagyon hasonlít a történet. Egyrészt ott is rájöttek arra, hogy még bizony a 70-es, 80-as években, ugye a 90-es évekig még hivatalosan létezett a Hermész program, talán 92-ben kaszálták el, de tök ugyanaz volt a sztori, hogy rájöttek, hogy bizony bizony túl nehéz a megfelelő hővédelem, és hogyha a megfelelő hővédelmet rárakjuk, akkor meg alig marad hely a hasznos tehernek, és ehhez képest sokkal olcsóbb és egyszerűbb embereket felküldeni más országok. Az európaiak esetében az volt, hogy más országok űrhajóin. Hát a légierő esetében meg az volt, hogy a NASA űrhajóin, tehát a Gemini űrhajókon terveztek végül ilyen katonai repüléseket végrehajtani, amelyek azonban nem valósultak később meg. De ez már egy másik történet. Annak végül is az lett az oka, hogy a 60-as évekre már eljutott oda, az, amikor már meg, tényleg megépülhetett volna az emlegetett eh, Gemini alapú katonai emberes űrállomás, például addigra már olyan szintre jutott az automata műholdak és előrejelző műholdak technikája, hogy, hogy azt mondták, hogy végülis ezekhez a mutatványokhoz emberekre a fedélzeten nincs is szükség, vagy hát nem lehet az emberi jelenléttel annyit nyerni, amennyibe kerül. Úgyhogy 1969-ben végül azt a projektet is törölték, ami miatt a hermész, ami miatt a törölték, és mondom, a hermész esetében az európai programnál meg az volt egy fontos szempont, hogy közben fölbomlott a Szovjetunió, és lehetőség, lehetővé vált a korábbiaknál sokkal egyszerűbben az oroszoktól is ö, űrepülésekre helyet venni. Tehát akkor már a szajuzokon nyugodtan utazhattak az ÉZA, az Európai Ürünökség űrhajósai és hát így aztán lényegében okafogyott -e vált a hermész. De nem csak a hermész az egyetlen utódja a dinoszornak, hanem az azóta viszont nagyon sikeresen röpkedő Virgin galactic a Spaceship 2 eszköze, ami szuborbitális repüléseket hajt végre, de lényegében űrturizmust ö, folytatva. Persze kutatókat is felvisz, de a lényeg, hogy, hogy ott ilyen ö, hét percig vannak lényegében súlytalanságban, és a Kármán vonal környékére jutnak föl, de valahogy mindenképpen 80 kilométernél magasabbra repülnek föl. Az már rengeteg repülést végrehajtott, egy egyelőre nagyon sikeresen, és hát ott is nem tudjuk nem észrevenni, hogy annak is bizony dinoszór alakja van. Úgyhogy hát végül is ilyen módon él tovább ez a projekt, ami az eredeti formájában szerencsére talán soha nem valósult meg, az, hogy például bombákat szórtak volna, például az űrből az elég csúnya lett volna. A többi terv az meg persze messze megelőzte a korát, de éppen ezért abszolút nem múlt el nyomtalanul, annak ellenére, hogy nem valósult meg, és végül is máig velünk vannak azok az űrek közök, amik a dinoszaur örökségére építenek. Hát ez volt itt a szokolébresztő, úgyhogy le is járt a műsoridőnk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek. Uh, minden adás végre visszahallgatható, legalábbis az adások számot tevő része a Tilos Archívumban, vagy a Parallaxis uh, univerzumnak a mindenféle felületein, lehet legyen az YouTube, vagy iTunes, vagy Soundcloud, vagy ilyesmi, tehát ott az a kulcs szó, hogy Parallaxis, ahol a társ, társ podcastjainknak a, az anyagai is elérhetők. Na, de én itt roham tempóban elhagyom a helyszínt, úgyhogy még egyszer köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, jó napot, és jó hetet kívánok mindenkinek! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.